Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Fehérvári Tamás megyei közgyűlési elnök és Krebl Imre polgármester együtt vágták át a nemzeti színű szalagot, amely Csikostörtös életében egy régóta várt pillanat volt. Közel 200 millió forint pályázati támogatásból építettek korszerű vízelvezetési rendszert a Szabadság és a Béke utcában. A fejlesztés az utóbbi évek legnagyobb beruházása volt a településen. Azt gondolom, hogy a területi operatív program elmúlt időszaka Tolna megyében egy sikertörténet. Fehérvári Tamás kiemelte. Tolna megyében mintegy 40 milliárd forint pályázati forrás jutott a terület és területfejlesztési operatív programnak köszönhetően. A megvalósult fejlesztések az itt élők boldogulását, jobb életminőségét egyaránt szolgálják. Ugye az elején úgy indultunk, hogy az Európai Unió hazánkkal megállapodva 27,5 milliárd forintnyi összeget szánt erre a térségre, erre az országra, és ezt a pályázatok le is fették bőven, tehát ennél egyharmaddal körülbelül több pályázati igény érkezett be. De menet közben ugye kiderült, hogy van, ahol nem használtak fel pénzösszeget, van, ahol kaptunk plusz támogatást, ugye az infláció, meg a benzinárak, meg a különböző építőipari árnövekedések miatt, és így eljutottunk egészen a 40 milliárd forintig. Tehát az előző ciklusban Tolna megye 40 milliárd forintnyi összeget használt fel a területi operatív programra szánt Európai Uniós forrásokból. A program folytatódik, a következő években a tervek szerint még több támogatási forrást kap a megye. Most ez a 45 milliárd forint, ugyanis ebben a ciklusban várhatóan annyit deklarálta a forrás elosztás, azt jelenti, hogy még több lehetőségünk lesz, nem nekünk, hanem konkrétan elsősorban a településeknek, hiszen a megyeit összefogó, koordináló és szervező feladatot lát el. Állunk elébe ennek is, és remélem, hogy a települések megelégedésére fogjuk végezni munkánkat. Megtörtént az érintett szakaszokon a műtárgyak karbantartása is, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ezzel egy faluszépítő műveletet is hajtottunk végre. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta. A beruházással nem csak a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozta problémák oldottak meg, de a településkép is nagy mértékben javult. Közel 200 millió forintos beruházásról lehet beszélni. Egyébként azóta nem nagyon esett az eső, amióta elkészült a beruházás, de hát valószínű, hogy nagy számok törvénye alapján azért majd sajnos, vagy nem sajnos, de ennek szolgálnia kell. És nem csak arról van szó, hogy ezt a problémát oldottuk ezzel meg, hanem gyakorlatilag a település rendbetétele is, külsőleg is szebb lett ezzel a település, úgyhogy ezért is volt fontos ezt megépíteni. A villámárvizek a Szabadság és a Béke utcában veszélyeztették az ingatlanokat, ezért ezeken a területeken volt a legnagyobb szükség a csapadékvízelvezető rendszerek korszerűsítésére. A domboldalon hirtelen lezúduló víz az alatta levő családi házas részen, házak udvarába betört, lakásokba, garázsokba tett kárt. Ezzel szerintem nagyon-nagyon sokat tudtunk előre lépni, hogy megvédjük a házakat ezektől a hirtelen lejövő vizektől. Egyik oldala, másik oldala, hogy meg is szépült ez az utca, mert egységes hidak, autóbejárók készültek. A kivitelezés 4 hónap alatt készült el. A Szabadság utcában egy bizonyos műszaki tartalommal, mégpedig zárt csapadékcsatornában 50 cm átmérő betoncsőbe tereljük a közterületre eső csapadékvizet, és ez kerül a már meglévő Hunyadi tér utcai csapadékvízelvezető árokba. Ennek a szakasznak a kivitelezése szinte teljes mértékben korlátozta a lakóknak a forgalmát, ezért ideiglenes közlekedési útvonalakat kellett kijelölni, és az útburkolat bontásával 1 méter, 1,5 méter mélyre került le ez a zárt csapadékvíz csatorna. Ennek az kivitelezési munka után teljes burkolat helyreállítás történt, és úgy adtuk vissza a forgalomnak a területet. Nagy mértékben korlátoztuk a lakóknak a megszokott életritmusát, de az alatt a 2-3 hónap alatt, amíg a kivitelezés folyt,
nagyon nagy türelemmel és készséggel fogadták, és semmilyen lakossági felháborodás nem volt, ezt köszönjük is ezúton, és a végeredmény pedig remélhetőleg őket szolgálja. A Béke utcában pedig nyílt csapadékvíz elvezető árkokat építettek. Az elmúlt évben több beruházás is megvalósult a kis településen. Faluba átalakultak a belső terek, utcabútorokat vettünk, buszmegállónk, buszvárónkat újítottuk fel. Ez líderes pályázatban volt 5 millió forintunk erre. A sportöltözőnél energetikai korszerűsítésre nyert a Kaposszekcső-Csikostöttös Sportegyesület. Az megvalósult, az is nagyon rövid idő alatt. A napelemrendszer el tudja látni a komplett melegvíz fűtés rendszerét az épületnek. A valószépítő horgász egyesület az egy 5 millió forintos pályázaton nyert, a civil pályázatba nyert egy Fiat kis teherautót, amit az önkormányzatnak adott át használatra. Ez a falu ellátását tudja biztosítani, anyagszállítást, hogyha gépeket kell hozni, vinni. Erre tudjuk azt használni. Eszközbeszerzésre is nyertek pályázati forrást, az önkormányzat 12,5 millió forintért vásárolt többek között pótkocsit, árukásógépet, kaszát, amelyekkel a közterületeket tartják rendben. Potápi Árpád János államtitkár azt mondta, a Magyar Falu program sikerén felbuzdulva a kormány idén is támogatja a vidéki kistelepülések fejlődését. 2022-ben is újabb 70 milliárd forinttal írta ki a kormány a Magyar Falu pályázatokat, a program pályázatait. Különböző célokra már rengeteg pályázat érkezett be, ezeket most folyamatosan bírálják. Remélem az, hogy minél több településnek, minél több elgondolása nyertes lesz. A településvezetés a jövőben is minden pályázati lehetőséget szeretne kihasználni, hogy Csikostöttös továbbfejlődjön.